Azért van ott az a nagy doboz, mert vettem egy biciklit, és ezeket a bicikliket készre szerelve szállítják, tulajdonképpen csak üzembe kell őket helyezni, de már ez is érdemes szakember segítségét kérni, legalábbis én biztos nem értek hozzá annyira, hogy egyedül nekiálljak vele hömbölködni, úgyhogy eljöttem Tárnoki Petihez, ide a Bringa barlangba, aki azért már túl van néhány éven, és ha már kivesszük az új biciklit a csomagolásból, egyrészt megmutatjuk a technikát, hogy miért olyan érdekes egy modern bicikli 2024-ben, másrészt pedig kicserélünk rajta pár apróságot, nem azért, mert rossz, ami rajta van, csak én más jellegű dolgokat szeretek. Úgyhogy ez a videó most erről szól, megmutatom, hogy hogyan állítunk üzembe egy új profi hegyi bringát. YT Industries, ez egy német gyártó, ők az utóbbi 10 évben tarolnak úgy nagyon, de már régebben léteznek. De vannak magyar vonatkozásai is a dolognak. A magyar vonatkozásokról beszélni fogunk. Nézd csak! Welcome to the family! Ezt Vin Diesel küldte nekünk. Halálos iram bicikli. Diesel vagy benzinhajtja? Szokásosan egy tonna karton mindenhol. Irgalmatlan mennyiségű csomagolóanyag, mert hát nyilván ezek a biciklik Tájföldön készülnek el. És valahogy ide kérni, igen, ennek köze van a bicikli tervezőjéhez, majd hamarosan kifejtem. Kapsz egy nagyon gyári készletet. Őrülj meg! Igen. Legutóbb, amikor ez a második biciklimettől a gyártótól, legutóbb csak teleszkóp pumpa volt benne, meg ez a jópofa nyomaték kulcs. Most már, ha jól látom, hagyományos pumpát is adnak. Kulastartó. YT. Mint régen a cross motor, tudod. Ja, várjál, az YZ volt. Az elengedhetetlen matricaszett. Végtelen matricaszett. Amit soha nem raksz fel sehova. Tudod, miért hívják YT-nek? Na? Young Talent. Mert hogy ha veszel egy ilyen biciklit, akkor tök mindegy, hogy hány éves vagy, meg mit csinálsz, akkor is egy fiatal tehetségnek érezheted magad. Álljon, amúgy is húznak nézek ki. Akkor még itt egy pár belső nélküli szelep. Így van, mert ezeket a bicikliket azt hiszem belsővel szállítják. Ez csak belsővel, igen. Viszont mi természetesen ki fogjuk tejezni, és majd a tejezést is meséld el. Jó. Ez vajon mi? A számtalan műszaki érdekesség közül ez az egyik. Fel is rakjuk tölteni, hogy működjön a bicikli. Igen, ez egy elemes bicikli, és fel kell tenni tölteni az elemét. Itt tart a technika, hogy már ilyen picik az elemek. Miután kivettünk egy pár apróságot, de érdemes az egészet inkább kipakolni, mert úgyis rengeteg szemetet fogunk termelni. Igen. És amit szelektíven fogjuk gyűjteni nyilván. Nyilvánvalóan, és nem is azt, hogy megnézed, itt minden újrahasznosított karbon. Karton. Nem tudom, miért mondok karbont. Tudod, miért mondok karbont? Na miért? Mert ez életem első szénszálas biciklije. Eddig mindig alumánium kerékpáraim voltak. A Bringa barlang név az azért jött, mert annyira sok hely, mint egy barlang. Így van, ez pontosan jól látod. Előkerül a professzionális bringa szerelőállvány. Ami zárcálvínből van hegesztve. Mert az bírja. Vannak mindenféle csiriviri állványok, amiknek akkora lába van, mint ide a laccháza, na azoktól nem lehet lépni. Hát el fog férni. Mennyivel jobb ezt így csinálni, mint otthon a sufniban? Az biztos. Akkor be is tudom tükrni. Nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy a fekete vagy a piros biciklit rendeljem meg. Nem, igazából soha egy másodpercre fel sem merülsz, hogy a feketét rendeljem meg. Szerintem. Azért ez... Ez már technika. Ez már technika. És akkor most lehet szépen lassan csomagolni. Közben szeretném mutatni, hogy itt van Tárnoki Peti biciklije is, amiről szintén lesz szó, mert az is technika. Ugyan, mert az csak boltbajárós bicikli. Hegyet nem lehet. Boltot üzemeltesz, Peti, tehát boltbajárós mindened. Még a mögötte lévő kona még egy érdekes példány. Igen, aki 2005 környékén esténként arra aludt el, hogy az X-Faktor újságot lapozgatta, ami akkor még nem egy lejáratott tehetségkutató volt, hanem a hazai kona forgalmazó újság, akkor azt tudja, hogy a Stinky Primo az, hogy is mondjam. Ritka volt. Igen, és egy vágyott tárgy volt. Itt van ez a gyönyörű stucni, ez egy ilyen mart, furt, mindenezett, tényleg szép egy rentál darab, és hogyha megnézitek, akkor egy picit lefele áll. Ez ugye forgatható, viszont én, mivel alapvetően lejtőzni szeretek ezzel a biciklivel, tehát az a prioritás, hogy hogy megy lefelé, amellett, hogy tök jó vele fölfele tekerni, ezért én inkább át fogom fordítani fölfelé. Az a különlegessége, hogy az alsó ponton teljesen nullának kell lennie. Tehát ott érintkeznie kell a stusztinak a anyagával.
és hál' Isten csak így oldalról rácsúszhatott, úgyhogy tök jól össze lehet karcolni már az új kormányt. De majd szeretnék becsebre egy szép karbonkormányt. Nem azért, mert szükségem van rá, csak mert ez olyan, mint amikor valaki vesz valami ékszert. Hát meg tudod nézni, ott van egy szép karbonkormány. Egy szép karbonkormány. Tegyük is át, Péter. Hát, de... Ez is fekete most. Hát. Te biciklin a vászkarbon. Hát a vádnak az első fele. Az első vász háromszög karbon, a felnik karbonok, a kormány, a nyereg. Jézus Isten. A váltónak a belső kanara. És nagyjából ennyi. És még csak szedjük, még mindig szedjük, és még mindig. És még utána is szedni fogjuk egy ideig. Hihetetlen, hogy ezt mire áthajóztatják az óceánon, jó messziből addigra. Ennyi anyagba kell belerakni, hogy biztosan ide érjen. Ez azért tényleg durva. 10 kiló papírszemét, meg egyéb csomagolóanyag, az garantáltan meg lesz, nem? Hát annyi azért nem, de durva, hogy egy darabhoz mennyit kell használni, és igazából mennyit adnak belőle egy évbe. Igen. Ez a váz. Ez High Modulus Carbon, a YT így hívja a szerényebbik szénszálas alapanyagukat, és van az Ultra Modulus Carbon, ami pedig a drágábbik. De én alapvetően nem a szénszál miatt vettem meg ezt a vázat, hanem emiatt. Ez itt a SRAM, Peti, folytasd kérlek, GX, AXS. Az újfajta GX, AXS, ami már ez a moduláris váltófülre rakható, ami igazából nem is váltófül, hanem maga a vázat öleli körbe jobbról és balról, és az egész átütő tengelyát megy rajta. Ezáltal cserébe borzasztóan merev. Elképesztően stabil. Iszonyatosan stabil. Cserébe kérdés az, hogy meddig fogja majd bírni. Igen, igazából nagyon sok ember mondja azt, hogy biciklit veszel, mindig vegyél extra váltófület, mert le fogod törni. Te törtél már a váltófület életedbe? Igen. Nekem volt olyan évem, hogy 3000 kilométert mentem, és nem törtem le váltófület. Lelövöm a poént, hogy miért raktuk töltőre azt az akkumulátort az imént. Azért, mert ezen a biciklin már egy elektromos váltás van. Tehát itt fönt van egy gombelem a váltókarban, és itt nem a bovdent rángatjuk, csak egy mikrokapcsolót pöckölgetek, ami hátul szabályozza a váltót. Na most ez, amikor először hallottam róla, hogy ilyen rendszer létezik, a világ legnagyobb ökörségének tartottam. Én pont azért szeretem a biciklit, mert egy nagyon-nagyon egyszerű és mindentől függetlenül használható dolog. Azt tart például vissza a rásegítős bringáktól, hogy nem akarom, hogy egy akkumulátor befolyásolja a bringázásomat. Viszont most mégis rávállaltam, és azért, mert több tesztbicón próbáltam, és egész egyszerűen zseniális. Mindenféle körülménytől függetlenül, láncnyúlás, kopás vagy egyebek nélkül, ez mindig tökéletesen vált. Nagyon zseniális szucs. Most ki fogom próbálni életvitelszerűen, aztán simán lehet, hogy majd a következő bringámnál úgy fogok tőle menekülni, mint ördög a tömjéntől. De egyelőre bíztatónak tűnik, rendkívül masszív a cucc. A SRAM-ra váltóknak van egy zseniálisan jó tulajdonsága, hogy van egy úgynevezett szervizálása, amivel ki lehet akasztani a kanalat, és ez nagyban megkönnyíti a keréknek a vissza, meg a berakását. Ez itt egy trail bicikli, ami hát az enduro alatt van egy fokkal, ami hát a DH alatt van egy fokkal, talán így a legegyszerűbb elmagyarázni. Elől-hátul 150 mm gót jellemző ebben a kategóriában, ez a bicikli az elől 150-et, hátul 145 mm-t mozog. Ez egy kis visszalépés az előző szériához képest, mert az elől-hátul 150-et mozgott, viszont itt teljesen átdolgozták a kinematikát, a tesztek szerint állítólag nem érezni, hogy kisebb hátul a rugóút, elől-hátul 29-es kereke van, eddig Fox rugóstagom és villám volt, ebben a bicikliben most RockShox van, és egy darabig marad is, mert hát gondolkoztam a cserén, de aztán többen meggyőztek róla, hogy ezek az alkatrészek most már nagyon-nagyon jók. Peti, ide azon író, hogy Buttercup, és én Buttercup-pal utoljára a Pindur-Pandurokba találkoztam. Ez egy olyan kis egység a nyomórúdnak az alján, ami a légkamara alatt van, ami a pici mikrorezgéseket mozogja ki, és ezáltal még finomabbnak érzed a villának a mozgását. Igen. És mondtad, hogy van itt egy csodálatos koppintás a Fox villákról. Így van. Az hátul lenne egy úgynevezett ilyen légtelenítő vagy kiegyenlítő szelep, ami az enyémben ott van, azt meg is tudjuk mindjárt mutatni, mert hogyha fölmész nagy magasságokba, meg 1000 méter szinteket jössz föl lefele, akkor a villának a mozgása tökre számít attól, hogy a lábba a nyomást ki lehet-e egyenlíteni, avagy sem. Ezek az 1000 méterek nagyjából akkor számítanak, hogyha az ember kimegy mondjuk külföldi bikeparkba, ahol van felvonó, mert mondjuk
egy évben kétszer nem önerőből kíván tekerni, és akkor kiegyenlítgeti a nyomást. Így van. És érezni a villamozgásán sokkal finomabb, egyenletesebb és sokkal jobb. Itt van egy régi hatos menetes fogaskoszorú, ami igazából hasonló elven működik, mint az XD rotor, csak annyi különbséggel, hogy egy picit méretben más. Azt az úristenit. Ez itt most egy 12 sebességes GX Eagle, tehát így hívja a SRAM azt a rendszerét, ami az extra nagy áttétel módosítást adja meg. És miért van szükség a méretkülönbségre? Hát azért, mert ezt még 3x6-os rendszerekben használták, tehát elől 3 lánctányér volt, hátul 6, ezzel tudtál áttételtartományt módosítani. Most már elől, ahogy ezen a biciklin látszik, már csak egy lánctányér van, ami egy csomó szempontból nagyon-nagyon kényelmes és hasznos és jó, viszont hátul kell kipótolni a hiányzó tartományt, ezért építenek be ilyet. A bicikligumi választás az ugyanolyan, mint az autógumi választás, egy vallás, és hogyha az ember hisz valamiben, akkor nem nagyon lehet abból kitéríteni. Ezt a biciklit most Maxxis gumikkal szállították, én az utóbbi 7-8 évben kizárólag Maxxisszal mentem, és valószínűleg ez így is lesz a jövőben is. Ebben bízok, ennek jön be a tapadása, a kopása, minden egyéb, ettől érzem jól magam, ezzel élvezem a biciklizést. Viszont ezen a biciklin, ha megnézitek, van egy Minion DHR és egy DHF. Ez a downhill front, downhill rear, vagyis ez lejtőzésre kitalált gumi, amire nagyon jó tett. Nekem a DH biciklimen volt ilyen, és bár a videó elején azt mondtam, hogy alapvetően lejtőzésre szeretem optimalizálni a biciklit, a guminál nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezzel a gumival fölfelé menni borzasztó. Döngöltalajon azért, mert rohadt nagy az ellenállása, ha pedig mászni kell, akkor pedig azért, mert ha megnézitek a bütyköknek a rámpázását, hát elég hamar tapadást vezít, és azért elől is van jobb választás ennél. Úgyhogy hátulra Maxxis agresszort fogunk tenni, nem lágykeverékűt, hanem a hagyományosat, és ha megnézitek, ennek középen jóval sűrűbb a bütyközése, ami miatt síkon tekerve kisebb a gördülési ellenállása. Ha megnézitek, ez itt egy 3C Max Terra, vagyis lágykeverékű gumi, ez viszont, mint mondtam, a hagyományos kemény. Na de elől! Elől kisebb az ellenállás felfelé tekerésnél, lefelé viszont sokkal több múlik rajta, ezért egy Assegait rakunk föl, ez egy nagyon jó minőségű enduro gumi, ami viszont, hogy nem, ugyanúgy marad lágykeverékű. Mert azt gondolom, hogy amikor én viszonylag sokat megyek a Pilisben, ahol nagyon sok a szikla, akkor ez segít, hogy az első kerék csúszása az minimális legyen, hátul meg hát úgy is csúszik, de azt élvezni szoktuk. Úgyhogy én ebben a gumikeverékben hiszek, ebben a kombinációban, és köszönjük szépen a próbáiknak, hogy lett ilyen, mert azért hát pont ezeket nem volt annyira nagyon egyszerű megszerezni. Ezek nem mindig vannak polcon. Jól látom, hogy hajtogatod a gumit? Persze. Akkor ez egy hajtogatós gumi? Hát ebben még drót sincsen. Nem mondod, meséld el, hogy mit kell ezekről a gumikról tudni. Ugye a normál gumiknak az oldalpereme, ami csatlakozik a felnihez, az egy drótperem szokott lenni, ebben kevlar szára van, és ezért van az, hogy mivel másabb egy kicsit a guminak a mintázata, ezért ez egy belső nélkülként is használható gumit teljesen rendesen. Érdekes anekdota a gumikról, hogy a próbáik egyik szakemberétől megtudtam, hogy a sárga Maxxis felirat az állítólag tök sok embert zavart, és vásárlói visszajelzések voltak igen-igen nagy számban, hogy legyen inkább fehér, mert az semlegesebb szín. Na most nekem mindig a sárga tetszett jobban, de így állt elő az a különös helyzet, hogy a hátsó kerekemen sárga, az első kerekemen fehér Maxxis lesz a felirat. Ennél is érdekesebb, ami a skinwall-lal történt. Peti, mi volt a skinwall balhé? Hú, ha jól emlékszem, ott az volt a problémájuk, hogy maga a név megnevezése nem tetszett, mert egy picit utalta kisebbségekre és az egyéb bőrszínekre, és ebből volt egy nagyobb hiszti. Itt ugye arról volt szó, hogy meg lehetett venni Maxxis gumikat barna oldalfalnal. Hát, olyan, mint a Schwalbe, csak más árnyalattal. Ilyesmi volt az árnyalat, mint a kartontal, igen, erre hasonlított. És ezt skinwallnak hívták, ami egyes emberekben rossz érzést keltett, mert hogy hát az nem is feltétlen a bőrnek a színe. Igen. Vagy hát nem mindenki bőrének a színe. Úgyhogy elengedték a skinwall megnevezést, és most úgy hívják, hogy... Tambol. Tambol, igen, Tambol. Nagyon-nagyon irigylem azokat a fém gumileszedőket. Ebből lehet venni műanyagot, ami hát... Törik, mint a ropi, nem fér be a gumi alá. Igen, és ugyanúgy kicsíped vele a belsőt, mint hogyha műanyagból lenne. Tehát vegyetek fém gumileszedőt, és inkább figyeljetek oda, hogy ne cseszétek le a felületkezelést a felniről. Peti, neked mi a véleményed a karbon bicikli felnikről? Mountain bike-on, mert ugye országútin ez már egy általánosnak mondható dolog, de azért ugye... Hát most nagyjából egy fél éve,
Tavaly egyszer már volt szerencsém parkozni ezekkel a karbonfelnikkel, amikor rajta vannak a bicumon, hál' Isten. És pozitív a tapasztalatom, tehát volt előtte nagyon sok DT felnim, jobbak is, olcsóbbak is mindenféléből, de egyelőre érzete nagyon-nagyon pozitívan. Én most mentem pár hetet karbon felnis biciklivel, Zoli a Speedway-től kölcsön adta az ő speciális csizeljét, és ott nekem az jött ki, hogy irgalmatlanul merev, és az irányítás nagyon-nagyon meg kell szokni. Igen, nagyon-nagyon direkt lesz, és... Borzasztóan szedi ki a kezedből a kormányt. Ebből a szempontból érdekes, hogy a kormányom is karbon. Igen. És ér 1120. 1120 gram a hátsó gumi. Igen. Az új. Pantulizva. Ez pedig 1080. Tehát valamivel nehezebb az új gumi, de ez nem számít, mert a bőrdülési ellenállása lényegesen kisebb lesz. És mintából meg sokkal több van rajta. Így ez van, és tapadásom fölfele is több lesz. És akkor jöjjön a magyar vonatkozás. Lehet, hogy pár nem emlékeztek, a Total Car-nek készítettem egy videót Koroknai Mátéval, ez egy ilyen bringázós, autózós interjú volt, egy aranysárga L46 M3-mal csapattunk, mert Máténak is olyanja van otthon, illetve akkor olyan volt, most már máshol jár, de hogy ő egy rendes autós ember, nagyon szereti az autókat és a bicikliket, és ő a Young Talentnek, tehát a White Industriesnak a senior designere, ő határozza meg, hogy hogyan néznek ki a bringek termékei, tehát a mérnökök kitalálják a kinematikát és a geometriát, és a designer pedig formát ad neki, de nyilván akár bele is nyúlhat ezekbe a pontokba, kérhet változtatásokat. Azzal, hogy ilyen hatalmasra felfújják az alsó vászcsövet, azzal lehetőséget adnak egy ilyen tároló kialakítására, ahol tarthatsz szerszámot, szendvicset, bármit, amire szükség van bringázásnál, de ugye ez itt kocogna össze-vissza, ami rendkívül kellemetlené teszi a használatot, ezért a Jeffsy-hez jár még egy ilyen kis, hát úgy néz ki, mint a toltartó nézett ki általánosban, amiben beleteheted a vackaidat, például ezeket a szerszámokat, és viheted magaddal anélkül, hogy hátizsákot kéne minden a bringázáshoz. Emellett itt van konzol a kulacsnak, mert az is elfér itt. Nagyon sok szempont van, amikor megterveznek egy ilyen vázat, hogy minek hogy kell elférnie. Valamint van egy belső tartó, hogy az ember tudjon magával vinni tartalék belsőt. Ez egy tépőzár, és ide be kell csípni az összetekert gumibelsőt, és viheted magaddal, de tök jó geg, hogy van egy elég markáns Crank Brothers gumileszedő, aminek a túloldalán van kukac és kukac benyomó. A kukac az azért kell, hogyha nem belsős biciklivel, hanem tubelesszel mész, akkor ezzel tudod begyötörni a tömítő kukacot a helyére, hogy megállítsd a gumi eresztését. Szóval egy csomó-csomó ötlet és jól megvalósított apróság az, ami nekem ezt a biciklit eladta. Mi történik most, Péter? Elkezdjük elrontani a biciklit. Jól van. Leszedjük róla a sramfékeket. Igen. Az a baj, hogy a fék is olyan, mint a gumi. Egy vallás. Az ember valamit vagy szeret, vagy nem. És én sajnos fékből simanós vagyok, habár Peti évek óta próbál megtéríteni, hogy most már igazán használhatnék hópot, mint a rendes emberek. Így és van. Igazából nem is annyira nehéz az a térítő munka, mert nézzétek meg, hogy néz ki ez a féknyereg. Meg nézzétek meg, hogy néz ki az a belső hűtésű féktársa. Imádom. Na de, amit erre a biciklire felteszünk, az most egy, hát, egy keveset használt Ice-Tech Shimano féktárcsapár lesz, és ezen a biciklin a hátsó fék az 180 mm-es, és én hiszek abban, hogy hátul 180 mm-es féknek kell lennie, de Peti meggyőzött, hogy nem. Ugyanis volt egy időszak, amikor nagyjából két havonta jöttem hozzá fékbetétér, mert nem elkoptak, hanem elégtek. És panaszkodott, hogy szar a fék, mert elégeti. Igen, igen. Úgyhogy Peti azt mondta, hogy akkor tán tegyek föl rendes méretű féktárcsát, és ez valóban megoldotta a problémát. Ez egy Ice-Tech tárcsa, amit azért hívnak így, mert van középen egy alumínium bak, és a kopófelület az acél, viszont a két réteg acél kopófelület között van egy réteg alumánium, amivel segíti a hőelvezetést, tehát nehezebb túlterhelni. Ugye azért egy ilyen tárcsát viszonylag könnyű meggyötörni annyira egy jobb hegyoldalba, hogy már így füstöljön, amikor az ember leér. Ahogy arról már hasonló videókban sokat beszéltem, ezek a futómű elemek, tehát a rugóstag, a villa, ezek nagyjából komplexitásukban és hangolhatóságukban mérhetőek egy tereprali autóhoz,
a hátsó orgóstagnán állítható a kis sebességű és a nagy sebességű kompresszió, valamint van lockout, tehát le lehet zárni a mozgását. Ezt sokan szeretik, igazából szerintem egy jól kialakított váznál és egy jól behangolt tagnyomásnál egyszerűen nincs rá szükség. Én tényleg kizárólag akkor használom, amikor aszfalton tekerek, az meg elég ritkán van. Ezen felül még van visszaút csillapításunk is, ami egy ilyen hatalmas méretű tekerőtárcsát kapott, ami tök jó, mert amikor az ember biciklis kesztyűben esetleg elfagyott ujjakkal szenved, akkor ezt azért lényegesen könnyebb kezelni. A nyuszika irányába tekered, akkor gyorsul a csillapítás, ha a teknős fele, akkor meg lassul, lassabban jön vissza. Ugyanez igaz az első villára is, ez itt most egy Lyriq, viszont a Lyriqnek a csúcsmodellje, és ezen is van kisnyomású kompresszió, nagynyomású kompresszió, valamint visszaút csillapítás, és a rugóstagnál is, valamint a villánál is ráfújással lehet szabályozni a keménységet, ezt mindenki a saját testsúlyához, stílusához tudja behangolni, de a gyártó segít. Van itt egy kis táblázat, ahol megadják azt, hogy az ember testsúlya, és ahhoz mekkora légnyomás tartozik. Ez értelemszerűen egy közelítő érték, én is jellemzően azért szoktam használni, amikor először beállítom a biciklit, és akkor erről a közelítő értékről indulok el jobbra-balra, addig, ameddig jó nem lesz. Ez szokott lenni az az ominózus két hét. Na. Ez itt micsoda? Mi tejként hivatkozunk rá, meg Stance New Tubes, oké, de hogy az egész ipar tejként hivatkozunk rá, ez hát, latex alapú folyadék, ha jól tudom? Őszintén, sosem néztem még utána, csak felhasználó vagyok. Igen. De ha szeretnétek, akkor van róla a szertifikáció, nagyjából 15 vagy 20 oldal hosszú, egyszer elolvasom. Az a lényeg, hogy ez itt benne van. Igen. És amikor a kerék defektet kap mondjuk, akkor ez a cucc megtalálja a lyukat, természetesen. Hát ahogy forog a kerék, jobb esetben itt a lyuk és nem itt az oldalán, ha az oldalán van a lyuk, akkor nyilván ahhoz kellenek pont a kukacok, hogy megfogod, így beletömköded, de odaforgatod egy kicsit a kereket, és akkor ott is el fogja tudni tömíteni, és ez egy stabil jó megoldás lesz. Igen, és az a lényeg, hogy ez ott lötyög szépen a kerékben, és mikor elkezd kijönni, akkor ugye letömíti a lyukat. Ez ugye a nyomás változásra elkezd ragadni, és szépen betömíti a lyukat, és nagyjából amióta én is tubeless-t használok az elmúlt 6-7 évben, kétszer volt defektem kint szálbákba, mert nagyjából egy 3 centi hosszan felvágta valami a gumit, ott már semmi nem segített. Azt hiszem, nekem is egy olyan defektem volt, hogy a vállamon kellett hazavinni a bringert, mert annyit mindig fogott a tej, hogy minimum haza tudja kérni. És fel is pattant. Most. Bang! Azért szeled le a féket, mert? Mert kap egy 3 szériával korábbi Shimano féket. Hát, de miért azt kapja? Azért, mert Anti, te nagyon könnyű vagy. Igen, meg mert az a megbízható és stabil és a minden körülmények között működő. És annak a fékkarnak a belső nem dagad be, mint ezek a somok, és nem kezden nyáron szorulni a melegbe. Igen. Mert sajnos még a évek múlásával se sikerült ezt a somnak teljesen kiküszöbölnie, hogy a dot miatt olyan polimert használnak a fékkar dugattyúiba, hogy egyszerűen elkezd bedagadni. És az a durva, hogy ezt már akkor is csinálta, amikor még Avidnak hívták a SRAM fékeket. Igen. Zseniálisan jó gyári SRAM szerszám, amit igazából bármelyik fékhez tök jól lehet használni. Roppantó gyűrűzünk, vagy mi történik? Hát most ugye a kompressziós tüskét, ha már mindent nevén szorítunk, nyomjuk be a helyére. És egy ilyen tök jó kis szorító részszer így egyszerűen csak betolod. És nem kell szenvedni satúval, fogókkal, meg bármi mással. Így garantáltan jó helyen lesz, garantáltan. Nem megy mellé, nem ferdül el. Bemegy, és tök szépen benn van a helyen, ennyi. Ez azért jó, mert? Mert így megvan akadályozva az, hogy mellette elfolyjon az olaj, ereszten a fék. Hogy kell felfújni egy ilyen villet? Mint azt előbb említettem, van neki egy ilyen kis táblázata, ahol az van, hogy a ride súlya... Valljad be! Hát én most 67 kiló vagyok, itt azt írja, hogy ez 63-72 kiló, az 75-85 PSI, felteszem inkább a 75-höz közel, mert én is inkább a 63-hoz vagyok közel. És figyeld a lábát a villának, nézed! Azt ne felejtsed el, hogy amikor első berugózása lesz a villának, akkor a negatív kamra is feltöltődik, és vesztesz még nyomást. Így van, úgyhogy amikor majd először kipróbálom ezt a biciklit, terveim szerint másfél nap múlva, akkor... Nagyjából egy 20 perc múlva. Igen, akkor nálam lesz megint ez a pumpa, és ismét felpumpálom. De ott sem. Itt nyomjuk befele a fék folyadékot, és... Ott már jön ki. Egy
És utána még annyit szoktam csinálni, hogy fönt nem veszem le a fedelet, hanem berakjuk a kereket a helyére, beállnak a dugattyúk a helyére, és utána vesszük csak le a fedelet. Ezt a pici méretű váltót odébb húzzuk. Drabális az a váltó. Még új. És meghúztuk 15 newtonnal. Ha recsel, akkor az már több. Milyen jó, hogy előkészítetted azt a nyomaték kulcsot, hogy minden nyomatékszra fogsz húzni. Még nincsen minden erővel lehúzva, úgyhogy igen. Érintőn vagyunk. Érintőre van. Érintőn vagyunk. Bár találkoztam olyan baráttal, aki érintőre húzott valamit, és utána menetfúrás tett belőle, meg persejezés. Normálisabb jobb hajtásokhoz szoktunk kapni ilyen kis alátéteket, amiket érdemes berakni a pedál alá, mert kevésbé nyomja meg a hajtókarnak az anyagát, és kitekerni is idővel könnyebb. Na, akasztjuk a hóhért. Legalábbis egy biciklit. Peti, cirkumveniáld! Húha! 15-6. 8. Pedállal. Pedállal, dropperral. Pedállal, dropperral. És akkor most jön az a rész, hogy Peti flexel. Nehezebb lesz most. Nehezebb lesz? Igen, mert rendesen föl van töltve az enyém is most folyadékkal. Azért csak tegyük le azt a DH biciklit. Mert nagyon sok ember azt mondja, hogy 60 ml folyadék bőven elég. Ja, de azt tegyük hozzá, hogy ami ezen van gumi, az nagyjából másfél-kétszer olyan nehéz, mint ami azon van gumi. Jó, de azon meg nagy gumi van, mert 29-es. Hát, Peti! Nem sokkal. Ugye a lényegi különbségek, ez egy downhill bicikli, ezzel csak lefele mész, ennek dupla vállas villája van, 200 mm rugóútja van, meg egy halomokosság, ez egy tekerős bicikli, ennek 150 mm rugóútja van, ellenben a kereke 29-es, ennek 27 és feles, ebből adódnak a súlykülönbségek. Az enyémből mivel lehetne még faragni érdemben? Kis bármi. Kisvetéssel. Ja, kicsivel, semmivel. Tehát van az a bizonyos szint, amikor igazából már a grammonként eléggé borsos árat fizet az ember. Tehát eljön az a szint, amikor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 gram, az ilyen 50-100-200 ezer forintokról beszélgetünk. Igen. Tehát egy kormány közti különbség is, van nagyjából egy 50-60 gram különbség, ez 80 ezer vagy 70 ezer forint ez a karbonrendtel most már nagyjából. Az, ami abban van sima, az meg ilyen 30-40 között van. Igen. De a felnikről is. Tehát a forgótól meg az, ami igazán számít, tehát hogyha az ember jó költséghatékonysággal akar gyorsulni fölfele, akkor a keréken kell könnyítenie, könnyebb külső, könnyebb felni. Viszont érdekes, hogy ezek a karbon E13 felnik amúgy nem sokkal könnyebbek, mint a alu 471-es DTM, amik voltak meg az 541-esek előtte, viszont valamiért teljesen más érzetre ugyanez a forgótömeg. Most 4:11 van, tehát mi azért egy bő 3 órát elszütyögtünk ezzel a biciklivel, természetesen leginkább a kamerázás miatt Peti ezt azért meg szokta oldani egy-másfél óra alatt, hogyha nem kell hozzá médiatartalmat gyártani. És hát mivel 4:11 van, ezért nem fog tudni elmenni kipróbálni, de a következő videónak, ami a bringázásról szól, annak ez lesz a témája, hogy kimegyek valahova, aztán megnézem, milyen vele menni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán folytatjuk.